Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mai adásomban összefoglaltam a Bicske Érd U17 évesek bajnoki labdarúgó mérkőzésén látott legérdekesebb eseményeket. Ezt a találkozót az MLS regionális közép-nyugat csoportjában játsszák. A két csapat ősszel egy-egyet ért el Érden, és most sem bírtak egymással a felek. De hogy lett ez 1-1, azt ebben a 17 perces összefoglalomban látni fogják. Tiszta fehérben üdvözik a közönséget az érdiek, balról pedig a bicskelyek. A mérkőzést 2021-27-én játszották a bajnokság 21. fordulójában. A mérkőzés játékvezetője Obuc Zoltán, segítői Hadnagy András és Kalincsák Ádám. A két együttes összeállítása itt a két csapatkapitány, Tóth Patrik Gábor, a vendégek részéről Nagy Martin pedig a hazai csapat részéről válasz térfelet. Tehát a vendégek összeállítása Józsa Márton a kapuban, további játékosok Lakatos Dániel, Pipei Kristóf, Hideg György, Fekete Bence, Fodróci Gellért, Tóth Patrik Gábor, a csapatkapitány Nikolics Dominik, Veres Kristóf, Nagy László és Zalavári Gergely, tehát cserepadon senki nincs, a csapat utánpótlás edzője Kajdi György, és akkor már láthatjuk is az érdekes eseményeket. De még tartozom a hazai összeállításába, és kapuban Simon Lajos, további játékosok Huszák Alex, Honpót, Olivér, Szakács Patrik, Neumann István, Glück Botond, Pintér Bálint, Vindics János, Szigeti Gyula, Schuster Csongor és Nagy Martin, ő a csapatkapitány. Földes Martin a cserepadon, Mars Bence szintén, és Tóth Dániel, utánpótlás edző Pásztor József, technikai vezető Nagy György. Na akkor nézzük mostantól tényleg a alsóházi rangadót, hiszen a két együttes ott foglal helyet az alsó mezőnyben, 15. a Bicske, 14. pedig az Érd. És akkor majd beszélek a tabelláról is, de nézzük, hogy mi történt itt a pályán, hiszen sokat estek a 17 évesek ezen a bizonyos mérkőzés. Itt egy kezezés, de a játékvezető Obuc Zoltán határozottan mutatta, hogy mehet tovább a játék, és ne szövegeljen a játékos. Ebben viszont biztos, hogy igaza van. Na nézzük akkor, mi lesz ebből a szabadrugásból. Felező vonaltól jár az érdek javára a szabadrugás, és jön kapujából Simon Lajos, a bicskek hálójőre, és jó hosszan rúgta előre. És akkor nézzük tovább összefoglalónkat. Mi támadunk, mármint a bicske csapat próbálkozik, hoppá. Elég sokat estek ezek a 17 éven aluli fiúk itt ezen a mérkőzésen, de becsületükre legyen mondva, jó iramban játszottak, küzdöttek, hajtottak. Íme egy lendületes érdi támadás van kialakulóban, egy csel, két csel a vendégjátékos részéről, és egy hosszú előre ívelés. Hát ez mindenkinek hosszú volt, minden játékos társnak így Simon Lajos rúghatja előre szintén a labdát, pont ellenfélhez megszerzik a fehérmezes érdiek, és jönnek újabb támadással. Itt még befutják, hoppá, ott egy próbálkozás, és itt pedig már alapon túlról játszotta vissza az érdek játékosa a labdát. Kicsit le is lassítottam ezt a jelenetet, hogy Tóth Patrik Gábor honnan rúgja vissza, íme teljes terjedelmével elhagyta a labda az alapvonalat, a játékvezető tovább engedte. Itt pedig az érdek kapuvédője Józsa Márton rúgta föl a labdát és mentett. Ő ismerős név egyébként sportberkekben, hiszen Józsa Miklós egykori Ferencváros kapuvédőjének a kisfia, ugye ő is még 17 éven aluli, és védi az érdiek kapuját. Na nézzük, hogy hogyan majd. Igen, mert ezúttal a bal oldalon a bicskelyek támadnak, jön a beadás, felfedjeli a védő, harcalabda megszerzésért, az érdi játékos elesik, és a bicskelyek játékosa is szintén, hiszen ott három védő, túlereje végül is győzött, és felszabadítottak a vendégek. Nos, akkor nézzük a két csapat tabellán elfoglalt helyét, hiszen 14-ik azért, 15-ik Bicske, de 13-dik Taksonynak 8 pontja van, Érdnek 6 pontja van, Bicskének 5 pontja van, Gárdony pedig az utolsó 3 ponttal kapott gólok tekintetében. A legtöbbet kapta Gárdony 178-at, Viaduk 134-et és Bicske 115-öt. Rúgott gólokat szemlélve, közben itt egy szabadrugás a vendég csapat javára. Rúgott gólok tekintetében 16. Gárdony 5 gólt rúgott mindössze, 15. Ért 21-et, a bicskelyek pedig 14-en állnak 22 góllal.
Tehát alulról nézve a tabellát, ez a sorrend 16, 15, illetve 14. helyen vannak a nevezett csapatok. Érdennek a mérlege 1 győzelem, 3 döntetlen, 16 vereség. Bicskének a mérlege 5 döntetlen és 16 vereség, így van 5 szerzett pontjuk. Az érdiek azt a 3 döntetlen, Bicske ellen, Mór ellen és Bicske ellen kétszer egy-egyet értek el. Az egyszem győzelmük pedig Gárda jellem van, és az nem is akármilyen, hiszen 6-0-ra győztek az érdiek. Na de nézzük, akkor most fontos esemény következik. Tóth Patrik Gábor maga elé teszi labdát, és onnan a felező vonaltól elszállja magát kapura lövésre, és íme ott egy hatalmas gól, azt a mindeni. Micsoda rugó technikája van ennek a Tóth Patriknak, hiszen közel a félpályához szánta el magát lövésre, és bizony látta, hogy kinnál kapusunk, Simon Lajos, aki nagyon elnézte ezt, mert bizony támadtunk, illetve nézte a meccset, hogy felező vonalnál, hogy hogy szerzik meg az érdeklabdát, íme itt van Tóth, megmozdulásra túljut egyik játékosunkon, és ott a félkör ívnél lövésre szánjál meg át, jó a labda íve, és mire visszaérne Simon a kapuba, addig ott van a jobb felső ficak balaszti, óriási meglátás volt ez a fiatal érdi játékostól, de hát nem véletlen, hogy ő rúgja itt a gólokat, hiszen ő vezeti a házi góllövő listát is, 9 góllal, és akkor nézzük még a mérkőzés jelentősebb eseményeit. Addig elmondom a házi góllövő listát az érdeknél, Tóth Patrik Gábor 9 gólos, ő Taksonynak lőtt egyet, Bicskének egyet, Mornak, Veszprémnek, Diózsnak, Gárdonynak 3-at, és most Bicskének még egyet. 3 gólos Csincsák Áron, szintén 3 gólja van Nagy Lászlónak, 2 gólos Veres Kristóf, és 1 gólosok Hideg György, Micskó Máté, Nikolic Dominik és Pipei Kristóf. Így jön össze nekik a 9 rúgott gól. És akkor nézzük a Bicskelyek nekik a házi gólvők. Nyúl Levente 7 góla vezet, és itt van Nagy Martin a pályán, aki 6 gólos. Majd látni fogjuk, hogy itt a két házi gólista vezetője bizony nagy szerepet játszik ebben az a döntetlenben, hiszen itt van Nagy Martin. Jó 27 méter a kaputól, óriási gól, kérem, de mekkora gól, ez még nagyobb volt, mint a másik. Hiszen a bal felső sarkot pókhálózta ki Martin ezzel a lövéssel, és megvan a szezon 5. gólja ugyan, de már, mivel játszottak egy mérkőzés, megvan a 6. gólja is Nagy Martinnak. És még egyszer ez a csodálatos gól, amelyet szerzett itt a Bicskei pályán az érdi VS-e ellen. Nagyszerű volt. Tehát Nagy Martin 6 gólos, Nyúl Levente 7 gólos, ő a házi gólövista vezetője, a Nagy Martin 6 góljával, pedig a második. És akkor mondom is, hogy ki ellen szerzett gólt, itt amíg a játék vezető intézkedik, magáról megfeledkezett stábtagról, vendégek részéről. És akkor nézzük, igen, Nagy Martin Soroksár ellen szerzett egyet, a Viadukt ellen, Iváncs ellen, a Dunaharaszti ellen, Soroksár ellen és Érd ellen. Tehát ez 6 gól, viszont Nyúl Levente, aki most jelenleg sérült, közben szünethez érkeztünk, tehát végig az első játék rész összefoglalójának. Taksony ellen, Nyúl Levi Taksony ellen szerzett 2 gólt, Viadukt ellen 1-et, Érd ellen 1-et, Újbuda ellen 1-et, amikor kikaptunk 11-1-re, Csákvár ellen 1 gólt, és Dunaharaszti ellen szintén 1 gólt lőtt. És akkor Jurkevics Zani 2 gólt lőtt, Neumann István 2-t, 1 gólosok Glück Botond, Honpót Oliver, Huszák Alex és Pintér Bálint. Tehát ez a két csapat házi rangsora. Itt pedig Lakatos Dániel volt az, aki oda rúgott egy picit Neumann Istvánnak, bizony Istvánnak ez nem esett jól, de már megy is tovább, pörög tovább, hiszen a játékvezető javunkra ítél szabad rugást. Nagy Martin íveli be oda 16-oson belőre, de végül is Honpót elől mentettek a védők. Közben elmondom, az 5 döntetlent kik ellen szereztük és kikrúgták a gólt, hiszen Taksony ellen 2-2-t játszottuk, Nyúl Levi 2-t rúgott,
illetve a Töksönyök részéről Sándor és Petróci volt eredményes. Ér Bicske egyen, a Tóth Pati, Gábor szintén rúgott egy gólt, illetve Nyúl Levente volt részünk eredményes. Mór ellen egy-egyet játszottunk, Gyurkevics Dani, illetve Somogyi Roland volt eredményes. A Taksony ellen 1-1, Sándor Csaba hazák részéről, illetve Honpót Olivér volt részünk eredményes. Itt pedig ugye 1-1 lesz a vége, Nagy Martin és Tóth Pati Gábor góljaival alakult ki. Itt a végeredmény, hoppá, itt egy közben egy szabálytalanságot nem van a szemben, de már játékos társ lesen tartózkodott. Itt egy hosszú előrevágott labdára, jövünk ki, labdát szerzünk, és most letámadhatjuk az érdieket. Honpót teszi Neumann felé labdát, Neumann már gólhelyzetben van, de bizony a védő beéri, és nagyon határozottan szerelt a vendégek játékos, ha jól látom, Zalavári Gergely volt ott, igen, aki szerelte Neumann végül is. Pipei Kristóf pedig kivitte a labdát, de a játékvezető hagyta tovább menni. Mint már mondottam, itt bevezetőm elég sokat esnek ezek a 17 éven aluli srácok. Sok volt az esés, nem sok volt a szabálytalanság, itt pedig a vendégjátékos Nikolics Dominik kerül lövőhelyzetbe, de lövését maga biztosan védte, Simon Lajos, a Bicskelyek kapusa. Itt egy újabb harc, jó fedezze a labdát, Pintér elől, Lakatos Dániel, és ezért jár a bedobás a vendégcsapat javára, és akkor nézzük tovább. Milyen események vannak itt? Az érdek egy kicsit többet támadtak ezen a mérkőzésen, az biztos, de a végeredmény az a lényeg, hiszen 1-1 lett, és így mindkét csapat megérdemelten szerezte meg azt az egy pontot, itt pedig egy kapura lövést láttunk, de ez jócskán fölé szállt ez a labda, és akkor nézzük a Bicskelyek támadását, jön a kapujából Józsa Márton, és bizony hoppá, itt egy kicsit hibázott, rosszul talált el a labdát, de végülis szerencséje volt, nem lett semmi. Nagy Martin vágja hosszan előre, játékosunk megérte, Szakács Patrik Zsolt, és itt pedig hazadás következik megint, és Józsa Marci rúghatja ki hosszan a labdát, illetve rúgta ki oldalra a labdát. Itt egy újabb csel Tóth részéről, Neumann nagy csatázott egy nagyot, és itt labdaszerzés, nagyszerű labdaszerzés, Pintér Bálint részéről, hoppá, itt egy kicsit ellöki őt Lakatos, de a játékvezető hagyta tovább menni a játékot. Hát igen, ennek a játéknak lehetne az a címe is, hogy maradj talpon, hogy minél többen és minél többször maradjanak talpon a labdarúgók, ne essenek el. Itt Tóth szerzi meg még alapvonal előtt a labdát, teszi vissza a lövőre. Nagyszerű, igen ám, de mire Nagy László lőne, már beérik a védők, blokkolják, sőt itt közös erővel mentünk, méghozzá Szigeti Gyuszi úgy mentett, hogy rárúgta a labdát az ellenfél játékosára. És akkor újból jönnek az érdiek, próbálkoznak, akár már lőhetne is a játékos, kicsit most lelassítottuk a jelenetet, most lő, jó is ez a lövés, hosszúra tart, igen ám, de mint egy jó méterre mellé ment. És itt egy hatalmas védés Józsa Marci részéről, másodszor is lelassítottam egy kicsit, hogy jobban lássuk ezt a remek védést, mert bizony itt nagyot védett Józsa Márton, az érdiek kapuvédője. Kajdi György, utánpótlás vezető edző, a vendégeknél elég sokat bosszankodott, hiszen sok hibával játszott mindkét csapat, de ugyanezt el lehet mondani Pásztor József utánpótlás edzőről is, aki a Bicskelyeket irányítja. Sok hiba van még, van mind javítani a srácoknak, és itt egy szép fejes és egy szép védés végül is Simon Lajos részéről, íme még egyszer ez a fejes. Nagyon szép volt, jó volt a védés is, továbbra is támadásban maradtak a vendégek, itt egy nagyon ügyes szerelés Szigeti részéről, de már a továbbítása pontatlan, és akkor továbbra is a vendégek jönnek, próbálkoznak egy-egynél. És most pedig mi hozhatjuk a labdát, egy jó indítás, aki indított Szakács Patrik volt, de bizony Honpótnak ez hosszú volt ez a labda, itt pedig már majdnem, hogy az érdek kerülnek gólhelyzetbe, de őt kapujából Simon Lajos is biztosan fogta meg a labdát. És az előző jelenet ismétlése, egy jó lövés, de szerencsénkre mellé ment, jobb oldalon próbálkoznak újból az érdek, sokat szor már,
Ideiglenesen tudunk szerelni, de végül is ebből a támadásból sem lett semmi a vendégek részéről. Egy újabb próbálkozás, ketten elesünk, és ott ezúttal Nikolić Dominik viszi tovább a labdát. Bent már játékostársa lövőhelyzetben van, lő is, de hát ez a lövés, ez a labda csemege Simonnak. Itt pedig kérem, eljön a 80. perc eseménye, már nem bírták ki a fiúk, hiszen itt nagy dolakodás van, és a 8-as számmal játszva Nikolić Dominik György érezte magát erősnek. A játékvezető úgy írja, hogy az érdi 8-as Nikolić Dominik egy javukra megítélt szabadugás után, miközben a labda még nem volt játékban, ellenfelét két kézzel ellökte, majd egy másik játékost indulatból derékba rugott. Az esetnél sérülés nem történt, ezután azonnal piros kártyával kiállította a játékvezető, a játék teret vonakodva ugyan, de elhagyta a játékost. Tehát ezt írta a játékvezető Obuc Zoltán erről az esetről. Hát annyira nem volt súlyos, de nem sportpálya élők ezek a jelenetek, még ebben a korosztályban sem, hiszen nem tolakodni kell, hanem játszani kell ezt a labdagást, és túl kell járni az ellenfél eszén. Igen, itt jön le Nikolić, és bosszankodik, hogy ő nem csinált semmit. Itt pedig Pintér Bálint, 10-es számmal a szenvedő alany, illetve az előző jelenetnek az ismétlése, íme, hogy ki mit csinált, ugye lögdösték egymást a játékosok. Tehát nem sportájára való az a lényege, ezeknek a jeleneteknek nem idevalóak, és itt a játékvezető magához rendelte Nikolićot, Nikolić pedig váltig mondja, hogy ő nem tehet semmiről. Na kérem, hát ezek után a játékvezető szabad rúgást ítélt az érdek javára, és akkor nézzük, mi lesz ebből a szabad rúgásból. Jön az évelésbe, oda 16-oson belőle, de hát ez jócskán elszállt mindenki előtt. Nagy Martin adott haza, itt pedig egy óriási lövés eltalálja a vendégek játékosát. Hideg György Márk volt a szenvedő alany, fájlalta is a fejét, de a játékot tudta folytatni szerencsére. És akkor itt egy határozott szerelés, de Tóth nem hagyja magát. Igen, Szigeti Gyula volt az, aki próbálta keményen megszerezni a labdát Tóth-tal szemben, de nem sok sikerrel. Itt egy újabb vendégtámadás, és dőlnek jobbra-balra a játékosok, de végül is a játékvezető az előző jelenet után, ugye a 4-es számú játékos, miután Simon fejbe lőtte, de szerencsére nem lett semmi baj a Hideg Györgynek, így egy pillanatra megszakította a játékteret, és itt jön a szöglet, jön egy fejes, a 3-as számú játékos Pipei Kristóf részéről, de hát ez nagyon mellé ment. Na kérem, hát a tabelláról is gyorsan néhány szólt, mivel lassan vége a műsoridőmnek. Első Újbud FC 100%-os teljesítménnyel, 20 meccsből 20-at nyert, tehát 60 pontja van. Újbuda Bicske 11-1, Érd Újbuda 0-5, tehát a két csapat eredményét mondtam most el, és akkor még a mérkőzés jegyzőkönyvéhez tartozik, hogy sárgalapos figyelmeztetésben részesült Szakács Patrik Zsolt, Huszák Alex és Nagy Martin a Bicskák részéről, itt pedig végezető a két gólt ismétlem. A vendégek részéről Tóth Patrik Gábor sárga, Fodróci Gellért sárga, és piros lapot kapott Nikolić Dominik György azért a bizonyos megmozdulásért, kakaskodásért. Na tehát ennyi volt. Még egyet azért meg kell jegyeznem, hogy a Bicske csapat a 19. fordulóban lépett egyet a tabellán, miután ugye Gárdonynak elmaradt a meccse, mi pedig Taksony ellen szereztünk egy pontot, és ez az egy pont szerzés elég volt arra, hogy egyet lépjünk a tabellán, és így most már 15. helyen tanyázik a Bicske csapat, az érdiek pedig továbbra is ott vannak 6 szerzett ponttal, tehát egy ponttal van többjük, mint a Bicskének, ők a 14. helyen vannak. Tehát ez volt a két gól a Bicske Érd U17-esek találkozóján. Búcsúzom ezzel a fantasztikus nagy góllal, amelyet Nagy Martin lőtt. Íme csodálatos gól, kipókhálózta a vendégek kapuját. No kérem, köszönöm már a figyelmüket, további szép napot mindannyiuknak, a viszonthallásra, viszontlátásra.